Időutazásra invitálta az újságírókat a Széphő ZRT. Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató és Szauter Ákos hőszolgáltatási igazgató a távhőszolgáltatás 50 éves évfordulója kapcsán összefoglalta az elmúlt 5 évtized legfontosabb állomásait. Ez volt az első ilyen, a Lövölde úti, illetve a József utcában volt, a másik, amely a 62-ben épült. Az 50 éves évforduló nem csak a Széphő ZRT egykori és mai munkatársainak, hanem egész Fehérvárnak az ünnep. A vállalat fontosnak tartja a múlt megismertetését a ma fiataljaival, továbbá kíváncsi az ötleteikre, gondolataikra is, az iskolások kreativitásának megmozgatására két pályázat került meghirdetésre. Három szekcióban hirdettünk pályázatot az alsó tagozatosoknak, illetve a felső tagozatosoknak egy-egy rajzpályázat keretében, amely kimondta az energetikával, illetve a távfűtéssel összefüggő kérdéseket taglalja, és ezt vizuálisan kívánja a gyerekek fantáziájára bízni, hogy mit is látnak ők ebben a jövő tekintetében, illetve a középiskolásokra gondolva pedig egy osztályoknak meghirdetett pályázatot gondoltunk ki, amiben a jövő vonatkozásában egy ötoldalas pályaművet várunk. A pályaműveket 2012. november 30-áig várják a Széphő ZRT címére. A nagy hálózaton kazánház megmaradt, és ma is kazánházként üzemel az a Szedreskerti kazánházunk. Szauter Ákos hőszolgáltatási igazgató bemutatta a fejlődési korszakokat a távvezetéken keresztül szolgáltatott gőz használatától, az ezredfordulón túl különösen fontossá váló energiatakarékosság és korszerűség eléréséig. A 2000-es évnek pedig a legnagyobb projektje az maga a gázmotoros beruházás, amikor korszerű termelés, korszerű villamos és kapcsolt hőtermelés valósult meg a városban, és ezzel gyakorlatilag a további fejlesztések realizálódtak. Az ezredfordulón a panelprogramnak, a kapcsolt épületek szétválasztásának és a felhasználók tudatosabb energiafelhasználásának köszönhetően 2005 és 2010 között 30%-kal csökkent Székesfehérváron a távfűtött épületekben a fűtési célú energiafelhasználás.